Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Oxford United karriermód részben, és hát eléggé nagy számmal mondtátok azt, hogy vegyünk mecénást a csapatba, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a lépést meg is fogjuk tenni, és már meg is tettem. Viszont volt egy olyan komment, ami tényleg igaz, és jól mondta a srác, aki írta, hogy annyira nem lesz izgalmas, és egy ilyen hosszabb sorozatban az az izgalmas dolog, hogy például saját nevelésű játékosokból építkezek, és ehhez fogom igazából tartani magam. Gondolom sokan azt gondoltátok, hogy most ilyen brutális játékosokat fogunk össze-vissza vásárolgatni. Ez egyáltalán nem lesz így, mellesleg 40 millió vagy 41 millió eurót kaptunk, ami azért nem egy rossz dolog. Egyáltalán nem lesz úgy, hogy összevásárolunk mindenkit, hanem ingyen fogjuk szerezni a játékosokat, tehát csak fizetést kell nekik majd adni, és belőlük pedig profitot fogunk termelni, tehát olyan, mintha Ultimate Team-be trédelnénk, és sokat fogunk költeni például a fiatal játékosokra is, mert tényleg az is kell, és mondjuk itt most egy 4 milliót el is verünk egy új felderítőre, mert tényleg egy fontos dolog az, hogy saját nevelésű játékosokat szerezzünk, úgymond. És nem mehetünk Angliába, csodálatos. Na mindegy, tehát én teljesen egyetértek ezzel a kommenttel is, és tényleg igaza van a srácnak, aki írta, úgyhogy trédelni fogunk igazából. Na nézzük, hogy kik vannak itt amúgy. Ja, és ez a mai rész, ez pedig ilyen unalmas, átigazolgatós, beszélgetős dolog lesz. Tehát nem nagyon fogunk játszani meccseket szerintem. Na, nincsenek nagyon olyan hű de jó játékosok most. Jól van. Na. Nézzünk egy naptárat. És látjuk, hogy azért lesz meccsünk. Na mindegy. Én azt mondom, hogy akkor nézzük, hogy kiket vehetünk meg, illetve kiket nem. Ó, hello. Nem is vagytok olyan szarok, de a jótól messze vagytok. Na szóval, nézzük is, hogy kiket akarunk megvásárolni igazából. Közben itt beiktatunk egy edzést, mert az egy fontos dolog. Amúgy tényleg jó csapatunk van, tehát nem kell nagyon erősíteni rajtuk. Úgyhogy tényleg olyan játékosokat próbálok majd szerezni, akik értékesek, és el fogjuk adni őket. Közben itt büsel, vagy ki akar több pénzt. Na nézzük, hogy kiket néztünk itt ki. Például Tom Carroll. Ő nem egy rossz játékos, sőt, nagyon jó játékos. Megnézzük, hogy eljön-e a Tottenhamből. Valószínű, jó sok pénzt kell majd adni neki, de majd megszerezzük. Aztán Romain Sawyers, szintén egy jó játékos. 6000, oké. Okay. Tehát ilyen játékosokat akarok venni, akik tényleg nem rosszak. Igazi nem kell. Megnézhetjük mondjuk Fabiót is. De szerintem ő se fogja nagyon elfogadni a dolgokat, mert azért másodosztályban nyomja a srác. Oké. Okay. Ő is megvan. Junior Hoylett, szintén egy olyan játékos, akiből profitot lehetne termelni. Úgyhogy tényleg ilyen játékosokra fogjuk most ezt a pénzt költeni igazából, és mindenféleképpen jönni fog ebből pénz, legalábbis én úgy tervezem. Tehát őket eladjuk, és akkor abból lesz pénzünk, abból pedig majd tudunk venni esetleg olyan játékosokat, akikkel még nagyobb erősítést tudnak jelenteni a csapatnak. Közben itt nézegetem, hogy kik vannak azok közül, a játékosok közül, akiket érdemes lenne megvenni.
Flanagan, neki is lejár a szerződése, tök jó. Oké. Tehát azért látjátok, hogy van egy pár olyan játékos, aki valljuk be nem rossz, és megszerezhetjük úgymond ingyen őket. Közben már a fiatalabb játékosok. Jól van, egyszer most ennyi. És akkor mehetünk tovább, én azt mondom. Ja, hát gondoltam, hogy ez így lesz most. Na mindegy, megoldjuk. Közben ezt megnézzük azért. Ó, papi, te nem vagy rossz. Ja, csak kölcsönbe van. Mindegy, shortlistre letesszük. Te kicsoda vagy. Ó, not bad. Nem ismerem, de nem rossz. 15 000-et megnézzük. Nem fogják elsőre elfogadni, mert köcsögök. De logikus, hogy nem akarnak igazából nagyon osztályt váltani. De hát muszáj lesz nekik. Na nézzük, akkor adjunk nekik több pénzt. 50 000. 20%. Crucial first team. Így amúgy rohadt hamar el fog menni ez a sok pénz. Neked is egy 40 000. 20%. Crucial first team. Ugye azért ezek a fizetések nem kevés fizetések. 50 000. Úgyhogy tényleg hamar el tud menni a pénz. De hát azon vagyunk, hogy elköltsük, mert ha van, akkor el kell költeni teljes mértékben logikusan, mert nem fog el... de vagyis hát nem fog jönni velünk a következő szezonra, úgymond a pénz. Úgyhogy mindenféleképpen ezeket a pénzeket itt el kell költeni. 60 000, Jézusom. Tom Carroll azért valljuk be, egy rohadt jó játékos, tehát gondolom mindenki ismeri, karriermódban rohadt jó. Kapjál 15-öt, testvérem. És ugye ezek a játékosok amúgy pedig a következő szezon elején fognak csatlakozni, tehát ezt a szezont a jelenlegi keretünkkel fogjuk nagyjából végigvinni. Ha csak nem vásárolunk valami olyan játékost, aki úgymond kell valamilyen pozícióra. Hát én azt mondom, hogy ezt a meccset, ezt itt nyomassuk le. Nem tudom, hogy hol van a York City, 17. Úgyhogy itt egy szimuláció. Nyerni kéne. Jaj, de B csapattal játszunk, bakker. Na mindegy. 1-0 oda. Nem figyeltem. Miért nem szóltatok? Jó, mondjuk ti se láttátok, de mindegy. Be tudjuk hozni Hilton, Hoban, Cserny, jó játékosok. Hoban egyből egyenlít is. Csak dicsérni kellett. 2-2, mi a szar? Jól van. Érdekes. Érdekes. És egy utolsó percben egy győztes gól a York City csapatától. Nem baj. Belefér néha. 5-ek vagyunk, A csapat kell nekünk, srácok. Na, például egy Fabio már jön is a csapatba. Ennek örülünk. Aztán... Ja, amúgy igen. Odova el akart igazolni. Úgyhogy eligazolt. Igazából nem tudtuk visszatartani, mert tényleg a... vezetőség mondta, hogy el kell engedni, és nem is jött érte ajánlat, hanem ők engedték el valami csapathoz, úgyhogy nem nagyon tudtunk ellene tenni semmit, de mindegy, nagyon jó. Na, még jött egy csomó játékos, vagyis hát pontosabban 3. Egy Tom Carroll, egy Mattioni, 15 000-ért. Egy Ben Turner, és ennyi. Junior Hollett nem fogadt el. 55 000 kapjad be, akkor jól van.
Hoylett amúgy egy jó játékos, úgyhogy őt lehet, hogy megtartjuk, de igazából tényleg az a szándékom, hogy eladjuk majd ezeket a játékosokat. Na, fejlődjünk ezerrel. Úgy van, Madeira 62-es lett, az egy jó dolog már. Hát például saját nevelési játékosok, akiket fel fogunk vinni a csúcsra, remélhetőleg. Na, Sawyers is jön. Hibátlan. Ez kuka, ez is kuka. Nézzük, hogy kik vannak még. Tom Carroll ugye nálunk. Így is van. Te ki vagy, papi? Te se vagy rossz. Csak nem tudjuk megvenni, jól van. Mbokani. 30 éves az ember? Az igen. És nem tudjuk megvenni őt se. Jól van, nem baj. Viszonylag amúgy elég játékost igazoltunk már. Ole Turner. Nem tudom, hogy ilyen nagyon nagy neveket akarok-e igazolni igazából. Nem nagyon. A többiek azok meg ilyen nagyjából semmilyen játékosok. Rosicki 35 éves, nincs benne nagyon potenciál. Úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy nagyjából ennyi. Így hirtelennyébe. És szerintem így is szereztünk egy csomó pénzt. Viszont itt most azon gondolkodok, hogy Andreas Pereirát megéri-e megvenni. Mert tényleg kellene egy olyan játékos, aki brutálisan tudja irányítani a középpályát, és ő olyan lenne. Úgyhogy megpróbáljuk megszerezni az embert. Adunk érte mondjuk 3 milliót, mert megtehetjük. És akkor igazából én úgy gondolom, hogy nagyjából ennyi lesz az átigazolási sztorink itt. És na, Flanagan is érkezik, csodás. Ő ilyen 75 körüli játékos, amúgy nem tudom. Na mindegy, Luton Town, remélem nem idegenbe lesz. Hoylett is jön, hibátlan. Oké. Na nézzük, hogy mi lesz ezzel a mérkőzéssel itt. Te ki vagy? Na. 63-as, hát annyira nem jó. Oké, tehát a United részéről jöhet az ember. Már csak őt kell meggyőzni. Crucial first team player természetesen. És akkor én azt mondom, hogy leszimuláljuk itt ezt a Luton elleni mérkőzést. Nem tudom, hogy hányadikak, de igazából a csapattal kéne nyomatni. Mi az ötödikek vagyunk, ami nem rossz. A Luton az hol van? 12. Oké. A csapattal megverjük őket, utána pedig a következő részben kupa mérkőzések. Ami kemény lesz nagyon. Miért kapunk az első percekbe gólt? És 1-1. Ajjaj. Na, többet nem fogunk szimulálni. Na mindegy. Úgyhogy igazából nagyjából ennyi lett volna mára szerintem. Ezt az edzést még itt gyors lenyomjuk. Meg egy sajtótájékoztató. Közben Rufi már 71-es. Brutális az ember. Ő nagyon jó. Tehát tényleg ő egy vezéregyénisége a csapatnak. Sajtótájékoztató, és akkor igazából szerintem ennyi is lett volna ez a rész, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis beszélgetős, átigazolgatós dolog. Ha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg. Én köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!